Nagykálló környezettudatos város, rendelkezik környezetvédelmi koncepcióval és az integrált városfejlesztési stratégia elkészítésének is. Ez volt az egyik fő gondolata. A városlakók mindent megtesznek a szebb, tisztább és élhetőbb Nagykállóért. A fenntartható életmódot és környezettudatos magatartást népszerűsítő mintaprojekt megvalósítása a Nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakításával című Európai Uniós projekt pedig elősegíti azt, hogy ez a szemlélet a fiatalok életének is természetes részévé váljon. A kommunikáció az egyik legfontosabb projekteleme ennek a pályázatnak, hiszen ez egy mintaprojekt. A fő cél a kommunikáció, a többi dolog, amelyet elvégeztünk, az csak az eszköze a kommunikációnak. Itt a kommunikáció többrétű, ugye mai napon zöld szervezetek találkozójától kezdve nyílt nap terepbejárás történik, de egy szemléletformáló előadássorozat is elindult itt a gimnáziumban, a pedagógusok és a gyerekek részére. Ez egy 12 előadásból történő álló programsorozat, a fenntartható fejlődés a fenntarthatóságnak a tárgykörében, fenntartható vásárlás, fenntartható család, szelektív hulladékgyűjtés, víztakarékosság, energiatakarékosság, megújuló energiáknak a felhasználása, tehát minden, ami a projektben itt megvalósult, annak a tudatformálása a gyerekek, illetve gyerekek által a családok részére. Ez az előadás sorozat már zajlik. Mennyire nyitottak a diákok egy ilyen kezdeményezésre? Meglepő módon nyitottak, érdekli őket, sok esetben már otthon is használják, hasznosítják ezeket a tevékenységeket, illetve hát otthoni példákat is tudnak hozni erre.